Németh László vagyok, a Ipolypasztói kézműveseknek a elnöke. Mi kis csapatunk 2015-ben alakult, és a célunk az volt, hogy a régi hagyományos kézműves technikákat elsajátítsuk, megtanuljuk, és azután érdeklődőknek továbbadjuk. Egy ilyen kézműves cégnek a megalapítása egy kis faluban mennyire volt népszerű, mennyire talált táptalra, hogy úgy fejezzem ki magam? Hát, hogy is mondjam, a kézművesség soha nem lesz tömegsport, de azért itten tényleg az a 10 ember, ha összejön, az, hát akik akarják ezt csinálni, akkor már volt értelme. Meg főleg az, hogy elég sok irányba elmentünk, hogyha dolgozunk szalmával, csuhéval, fával, mindenki a saját útját, bőrrel, papírral. És akkor ma itt a Szőgyéni Tájházban mivel fog dolgozni? Én úgy gondoltam, hogy bemutatnám a fűzfaveszőből a korbácsvonást. Itten ezek a nemesített füzek ma. Kétfajta fűzfaveszőt hoztam. Azt hiszem, ez a rozmarin levelű fűz, ez nemesített, ez a sárga fűz. Meg a tojásdrótozást kérték fel, hogy ezt mutassam meg. Jó, akkor kezdünk egy korbácsvonással? Igen. Kezdhetünk akkor. A mit a lehetségünknek a korbácsvonás húsvéthoz? Nekem úgy tűnik, mintha nem kapcsolódna, de lehet, hogy nem, ez inkább a szlovák vidékekre volt jellemző, hogy a férfiak, a hölgyeket egy kicsit elfenekelték a korbáccsal. Ez ilyen termékenység, kultusznak a jele volt, és akkor a hölgyek utána szallaggal díszítették fel ezeket a korbácsokat. Aha. És akkor hogy kerül ide a mi tájegységünkre ez a dolog? Hát mivel tökeltette az érdeklődését és belefogott. Igen, meg hát úgy van, hogy már tényleg azért már így keveredünk, úgyhogy a szlovák lakossággal is, és akkor volt rá igény, hogy legyen azért korbácsfonás is, hogy bemutathassuk ezt a technikákat, mert hát még a drótozás is. Az is inkább a szlovák? Igen, inkább ez fönt onnan, Zsolna, Dlhépole, erről a részről származik, úgyhogy az ottani lakosság a megélhetés véget kezdték el agyagedényeket bedrótozni, hogy minél tartósabbak legyenek ezek a edények, mivel a háziasszonyok a kemencékbe evel főztek, és akkor sokszor tönkrementek. És rájöttek arra, hogy először ilyen javítás céljából, hogy kenyeret vagy kovász gyúrtak, és avval összetapasztották a cserép edényt, és dróttal rögzítették, de később rájöttek arra, hogy ha már előre az új edényt bedrótozzák, akkor sokkal tartósabb tovább tart a edény. Hát és közben ők egérfogókat készítettek, fogasokat, meg gyümölcstálakat. Mondjuk én is megmaradtam ezeknél a gyümölcstálaknál, abból is szoktam bemutatókat tartani, de hát ilyen használati tárgyaknál. És a tojás befonása, az meg hat a mesterember, hogy bemutassa, hogy mennyire ügyes, hogy igen, hogy még a tojást is képes, igen, amilyen törékeny. Ami valójában azért nem annyira igaz, hogy a tojás annyira törékeny, mert esetleg a mai tyúkoké, akik ma nem otthon a kiskertben, nem kapirgálnak, igen, az már eléggé törékeny. De mert a tojás az elég stabil alkotmány, úgyhogy a természet csodája. Na hát és úgy szóval, ők ahogy bemutatták ezt, hogy hogyan fonják be a tojást, ebben is a kézügyességüket akarták bemutatni, hogy igenis, hogy milyen ügyes mesterek, hogy képesek még ezt is. Hogyha ez a mi tájegységünknek nem egy tipikus jellemzője, akkor az érdeklődő férfi ember, lévén most örülni, igen. Hol tanulja meg ezeket a fogásokat, vagy hol keres erre olyan forrást, hogy megtanulja? Hát mondjuk a korbácsfonást is a internetről, a tojásdrótozást azt könyvből tanultam, még sok-sok kitartással. Én
saját magamtól, úgyhogy az ember a saját hibáiból tanul. Úgyhogy most akiknek bemutatom, ők szerencsésebbek lesznek, mert én ma megmondom, hogy mit kell kikerülni, kiküszöbölni, hogy hogyan kerüljék el azokat a problémákat, mert a kézművességnél rengeteg türelem kell. Mert mindenki azt mondja, neked könnyű, nagyon ügyes vagy, jó a kézügyességed. Nem, ez nem igaz. Itt az van az egészben, hogy akaratnak kell lenni, hogy elhatározom, hogy igenis én ezt a dolgot meg akarom csinálni, akkor meg is csinálom. És ha százszor is elakadok, akkor félreteszek, kicsit várok, egy kis idő eltel, az ember megnyugszik, és akkor új gondolatokkal újból nekifog. És amikor, ha sikerül valami, akkor ez egy olyan impulzust ad, hogy igenis ezt érdemes folytatni, megmutatni valakiknek, továbbadni. Hány éve foglalkozik ezekkel a dolgokkal? Hát ez gyerekkorom óta foglalkoztattak ezek a dolgok. Kosárfonást, ezt még a régi Baka Zoli bácsitól tanultam. A palackfonást, ezt egy viski, igen, egy viski úriembertől tanultam, Mirotó. Jó, akkor fogjunk neki ennek a korpácsfonásnak, mert azt hiszem, hogy ez egy olyan rendkívüli dolog. Na, igen, nem, igen, igen, igen. Tehát rendkívüli. Mi az első lépés? Mi az, ami elindítja a munkát? Első lépés, 8 szálas fonást fogunk alkalmazni, akkor 8 egyforma szálat kiválasztunk vesszőből. És még középre egy hosszabb vezérszálat. A falu környezetében elég nyersanyag található az ilyen? Sajnos már nem. És akkor honnan szerzi be? Kertben van nekem ültetve. Ja, értem, hogy ennyire tudatosan csinálják. Igen, le vannak szurkálva, mert valamikor a régi öregek gondozták a fűzfalkát, vágták, nyesték, mert hát mindenki a saját környezetébe elkészítette a kosarat, amivel krumplit begyűjtötte, vagy esetleg a tehénkéknek vitt ennivalót. Hát ezért nem adtak pénzt, meg hát, és akik még tényleg ügyesebbek voltak, azok még a piacra is termeltek, vagy eladásra, vagy csak ilyen csereforgalomra, hogy ő megkötötte a kosarat, akkor a másiktól mondjuk kapott kenyeret, vagy tojást ért a cserébe. Igen, ilyen csere kereskedelem. Kiválasztunk akkor egy hosszabb szálat, ami lesz a vezérszálunk. Úgyhogy 8-as fonást fogunk alkalmazni, de ez lesz a közep, ez lesz a 9. szál. Ezt ide helyezem. És most még a 8 egyforma szálat. Ide. Ide helyezem azt is, de mivel még fogunk ilyen díszes gyűrűt is köréje fonni, akkor ahhoz is választottam 5 hosszabb, ilyen vékonyabb szálat. Hopp. Megfogom mostan akkor a vastagabb szálat, behelyezem középre. És köréje csoportosítom a szálakot, amivel már körbe lesz fonva. Így. Így körülbelül ez majd el van takarva. És akkor közéje, köréje helyezem a vékonyabb szálakat. Egyiket azt kiengedem olyan 10 centire hosszabbra, ez hosszabb is a többitől, és ezt is akkor így köréje csoportosítom. És hogy ebben, ahogy meg lennénk,
akkor zsineggel, vagy mivel villanszerelő lévén akkor ilyen darab drótot találtam, megkötöm, de meg lehet ezt kötni zsineggel, így, meg kötöm, ha tartson. És mostan veszünk egy szálat, és félbehasítjuk. Végig hasítjuk a vesszőt. Végig hasítjuk a vesszőt, és utána még a közepét, ezt a fals részt késsel kitisztítsuk. Elvékonyítsuk. A fűzfa veszőt a szalmakosarák készítésén is szokták használni. Ilyenkor a mesterek leültek a székre, és egy darab bőrdarabot tettek a lábukra, és akkor ottan készítették. Úgyhogy ottan farigcsálták így végig ezt a közepét ki, a fásanyagot, hogy könnyebben tudjanak vele dolgozni. Amikor így megfaragtuk, akkor ezt a két részt, akkor kezünkbe vesszük a fonni készülő anyagot, kicsit megformázzuk, és olyan 2-3 centire a végítő, hogy beszúrom a anyag közé ezt. És akkor így alulra elhúzom, és elkezdem csavárni. Jó erősen, erős kézzel. És amit itten lehajtottam, ezt a egyet, ezt visszahajlítom, mert ő fogja meggátolni, hogy ne csúszson le ez a sín a nyílni. És most majd itten elég erősen. Meg jó erősen. Megtekerem. És amikor ide értem ma, hogy van vékonyodó 10-15 centis része van a anyagnak, akkor befűzöm így közéje. Így elhúzom. Hogy ki ne fonódjon. Ide kell a közepe felé húzni eztet. Igen. És akkor így folytatom.
Ha ez már ilyen rövid, akkor az egészet így fölhajtsuk. Így fölhajtsuk, és akkor kiválasszuk a leghosszabb, meg a legszebb szálat. És akkor elkezdjük itt körbe. Ahol itt egy helyet csinálunk, ja, és akkor behúzzuk ide. Tehát bevágjuk a végét. És akkor ide behúzzuk, és hol van az a szép fogó? Meg főtesszük a... Főtesszük a sasszemünket. És akkor... lehúzzuk őket. No, hol jött ki? Nem látom. Itt van. Az. Ez lesz az. Elbújt. Ez az. Na. És van. Meg is van. Méretre. Levarjuk. És ide a végére lehet szalagot kötni. Ez a láncfonalassal készült korbács. Itt nem így kiáll. Ezt levágjuk. Ezt így levágjuk. Ma valakin ki kellene ezt próbálni. Ki lesz a önkétes. Jó suhint. Tessék. Tehát éjjel. Pöttyök jók lesznek? Nem. Nem lesznek jók. Akkor csíkokot fogunk rárakni. Igen, ilyen csíkokat. Na, fogd meg ezt. Erre? Így megfogjuk. És itt fogd meg a másik kezeddel a tojást, fogd meg. Fogjuk a tojást. És akkor belerakjuk, és húzunk rá ilyet. Tikokat. Így tudunk pöttyöt csinálni. Nagyon jó.